Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön végre, Octavia eljött közénk, lehet saját zenét csinálni, mindenki nagyon happy. Gyorsan rögtön tisztázzunk valamit le, nem jobb a seggel, mint az embernek és a valkürnek, úgyhogy másodszorba fog kerülni a kis lenne. Jó, viccet félretélve, azt hiszem az elmúlt évek, ki lehet mondani ezt, hogy évek egyik legkülönlegesebb Warframe-je, nem kinézetre, az sem semmi azért, hanem inkább arra, hogy belevihetsz valami személyességet ebbe az egészbe, megcsinálhatod tényleg a saját dallamodat, és azt is tegyük gyorsan félre az útba, hogyan kell saját dallamot csinálni, gyakorlatilag rámész az appearance-re, tehát és rányomsz ide, hogy mandakor, és gyakorlatilag mi mindent csinálsz. Elmentheted a saját zenédet, gyakorlatilag bemásolhat saját zenét, tehát nagyon-nagyon durván jól meg van csinálva, és lehet kereskedni a zenékkel. Nos, úgyhogy én rá is fogom állítani Necronét erre a zenés dologra. Ő valószínűleg neki ez sokkal jobb füle van, főleg mert éveken keresztül zongorázott, úgyhogy ja, ő valószínűleg ezt jobban fogja csinálni. Gyorsan intézzük el azt a részét is. Nagyon sokan kérdeztétek az elmúlt napokban, hogy megjelent az Octavia, hol dobja Octavia darabjait. Két darabját, a Chassis-t és a Systemet a Holdon fogjátok megtalálni. A Chassis-t a zeneszobából tudjátok megtalálni. Tudjátok melyik az, ahol oda mentek, megnyomjátok szépen a kis gombot, és felvillannak ütemre felvillannak bizonyos helyek, és azokat ugyanabban a sorrendben meg kell csinálni, és akkor onnan jutalomként eshet, tehát random, Octaviának a Chassis-e. A Systemet, srácok, ugyanúgy a Holdon Exterminate Mission kecsekből, tehát a rare dobozokból, ládákból, vagy nem tudom ti, hogy hívjátok, Exterminate kecsekből fog esni, random, megint csak, szóval lehet, hogy egy jókora kis farmolás lesz ebből. A helmetet, vagyis a Neurooptics-ot, Orokin Derelict Survivor Rotation C-ben eshet, tehát ez is egy random dolog. Na most, hogy félre tettük ezt is az útból, lehet folytatni. Nos, srácok, beszélgessünk, gyorsan tegyünk félre egy-két dolgot az útból, mert azért jó a kicsike, de elég sok helyen hibázik, tehát elég sok dolgot véltem felfedezni, miközben kísérleteztem vele, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyben nagyon jó, de egyben tökre kiábrándító is a dolog. Végigmegyünk gyorsan a képességein, és utána átugrunk a szimulakrumba, hogy megnézzétek, hogy ez hogy működik live-ban, tehát hogy azért lássátok, legyen tisztázva egy-két dolog, mielőtt még nagyon bele fogtok a dolgokban. Na, akkor jöjjön az abilities. Az első képessége a mallet annyit tud, hogy ez mondjuk egyben talán az egyik legjobb, hanem a legjobb képessége, iszonyat damage-et tud kiosztani, kicsit valahogy úgy, mint a Nidusnak az egyes képessége, azt csinálja, hogy elvonja az enemy-nek a tűzerejét, és visszaosztja nekik damage-nek, de elképesztő számokat tud kiírni, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó képesség, de van neki gyengéje, azt a videó vége felé fogjátok látni, meg fogom mutatni, mert azért ez elég kiábrándító. A másik képessége a rezonátor. Na most őszintén szóval, amennyire jó ez a képesség, pontosan annyira nem jó. Pontosan annyira sodor veszélybe használat közben ez a képesség, az az igazság. Amit csinál ez a képesség lényegében kicsit hasonló, mint az egyes és a kettes képesség összekapcsolódik és együtt mozog. Tehát a kettes viszi az egyest, bárhová, ahová te mész, gyakorlatilag tudod terelni az enemit. Ahová dobod az egyest, oda fog menni a kettes és fölveszi, és akkor tudod terelni az enemit. Ebből szempontból nem rossz. A problémája csak ott van, hogy miközben a kettes és az egyes össze van kapcsolva, az enemy nem oszt ki sebzést az egyese, ezáltal az egyes nem tud visszaosztani sebzést, és gyakorlatilag így hasznavehetetlenné válik valahol a kettes képesség, de terelésre teljes mértékben jó, csak
hát, tehát nem pont ez az, amivel foglalkozni fogsz játék közben. Esetleg, hogyha kombinálod ezt egy nagyon sebző fegyverrel, ja, várjál, csak nörfölték a tonkort, akkor mindegy. Na mindegy, ha kombinálod ezt egy nagyon sebző tömeget, nagyon sebző fegyverrel, akkor tökéletesen ki van találva, ledobod a kettest, eldobod az egyest valahova, a kettes utána megy, tereli az enemit, és közéjük lősz azon a fegyverrel, amivel nagyot tudsz rájuk sebezni. Emiatt jó, tehát így meg tud állítani egy hordát, de az igazság az, hogy az egyes önmagába is meg tud állítani egy hordát, hogyha jó helyre tudod helyezni. Ha mozgatni akarod őket, akkor le kell dobni a kettest. Nos, és gyakorlatilag ugye mind a kettő képesség időre és területre van kiélezve. Az igazság az, hogy a kettes annyira keveset sebez még a buffokkal minden együtt, hogy nem érdekes egy képesség, na maradjunk annyiban. A metronom a harmadik képessége, na viszont ez mondhatni az, hogy ez kéne legyen a self-defense, vagyis a, bocsánat, már félig angol beszélek, tehát a saját védelmi rendszere kéne legyen Octaviának, de nem teljesen működik úgy, ahogy szeretnénk, hogy működjön. Az az igazság. Megfelelő kombinációkkal egy Arcane Guardian-nel esetleg kibérsz a level 100-ig, de utána feküdni fogsz, tehát Octaviához kell a csapat. Azon kívül, hogy önmagát megvédi, ugyanezeket a buffokat, amiket itt olvashattok, kiosztja a csapattársaknak is, és úgy viszont elképesztően hasznos és nagyon, nagyon erőssé tud tenni egy csapatot, az az igazság. Tehát erőssé tud tenni egy csapatot a hármas képessége, és egyben azért, hogyha ott van körülött a csapat, mert amit látjátok itt a szimulakromban direkt úgy tesztelve, nem fog működni önmagában a hármas. A négyes képesség hát egyszerű és nagyszerű, gyakorlatilag ki azt damage multiplier csinál, az az igazság. Tehát semmi extra damage multiplier csinál, és hogyha ütemre mozogsz az egész zenével, nem kell nagyon ütemre, éppen hogy csak egy kicsit ütemre mozogsz, extra buffokat kapsz, akár láthatatlan is tudsz lenni. Tehát nagyjából így működik az ulti. Kiosztja a buffokat a csapattársaknak, amiben van damage buff, van láthatatlanság, van speed buff, van minden, és így a 3-as, 4-es 1-es, 2-es nem feltétlenül, de a 3-as, 4-es, 1-es folyamatosan be kell legyen kapcsolva, mert ha nem, akkor úszik a csapat, és együtt vele Octavia is, mert csapat nélkül hullik. Nagyon. A 2-est is, tehát igazából ahogy, bárhogy intézheted, de be kell legyen kapcsolva minden képesség, a 2-es mellőzheted, de kapcsoljál be minden képességet, mert ha nem, hát nem fog annyira jól működni, mint amennyire számítaná rá, hogy elég sok gyengéje van srácok neki. Például többek között semmilyen képessége, főleg az egyes képessége, mert az az igazi damage dealer, mondhatnánk így, nem hat az eximusokra. Tehát itt kipróbáltam mindennel, látni fogjátok, tehát az eximusok gyakorlatilag nem tud kiosztani semmilyen sebzést, ezért gyakorlatilag ugye marad, tehát terelésnek jó, mert összefogja őket, de rajtad áll, hogy mennyi damage-et fogsz tudni kiosztani, de őket nem fogja tudni nagyon damage-elni, főleg egy bizonyos szint után, amit látjátok, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy gond tud lenni. Tömegszabályozó képessége csak akkor érvényesül, hogyha te nagyon odafigyelsz, hogy mit, hogyan csinálsz, mert ha nem, így gyakorlatilag, ha nincs az egyes, valami oknál fog az egyes nincs bekapcsolva, akkor semmiféle tömegszabályozása nincs. Hogyha nagyon rágyúrsz az ultira sok-sok erővel, kis terület, sok erő, valami elképesztő mennyiséget tud kiosztani, akkor is damage-ből, de akkor is az egyes képessége gyakorlatilag az a kincs, amivel igazán rá tudsz segíteni a csapatodnak a damage-el, és ezt nagy területen kell megcsinálni, és rá kell dolgozni erővel, hogy minél gyorsabban skálázódjon az a damage. Azt kell mondjam, hogy közepes Warframe abból a szempontból, hogy ez, úgy gondolom, tehát azok a játékosok fogják szeretni, akik nagyon szeretnek taktikusan gondolkodni, nagyon jól átlátják az egész szituációt, hogy hogyan mozog az enemy, és mikor, hol, melyik képességet, mikor kell bevetni, és ezek a játékosok azt hiszem nagyon jól fogják magukat érezni ezzel a Warframe-mel, mert nagyon sok potencia van benne, az az igazság, de csak csapatban, és csapatban elképesztő segítség
tud lenni. Nem beszélve arról, hogyha beraktok egy jó számot, akkor még jobban is telik az a hosszú, unalmas defense, vagy éppen survivor, vagy excavation. Például egy excavation szerintem, ahol mondjuk egy infested excavation, ahol terelgetni kell az enemit, elég jó csapatjátékos tudna lenni, de most mondtam valamit, ki mire használja, ti tudjátok és ti fogjátok eldönteni. Nos, srácok, ami Octavia modolását illeti, igyekeztem csinálni, inkább tehát egyértelműen nagyon csapat build, ezek irányelvek, úgy modoljátok, ahogy nektek jól esik. Igazából én arra fókuszáltam, hogy legyen idő és legyen terület, effektivitás nem számít, mert az Zenurik visszatölt, esetleg ha van Arcane Energized, akkor az visszatölt, Energy Plate visszatölt, Trinity visszatölt, szóval annyira nem kell fókuszálni nála arra, hogy spórolj az energiával, inkább mennyire erőre, területre és idő kombinációjára, hogy a csapatodat minél nagyobb körben tud támogatni az ultival esetlegesen, van egy olyan buildem, ami még jobban erőre fókuszál, egy kicsit kevesebb területtel, de nagyobb damage-et tudja kiosztani. Itt is van idő, effektivitás, megmaradt százon, szóval ez is egy olyan csapat buildem, még inkább damage-re kiélezve. Azért megvannak sajnos a gyengéi a képességeknek, amit láthattátok a videóban, de meg nem lehetetlen. Lehetettől 5000 féle modolást fogtok látni, és van egy olyan érzésem, hogy még maga az ütem is, amit kitalálnak rá a játékosok, hogyha nem egy zenéről lesz szó, hanem konkrétan egy olyan ütem sorozatról, ami arra van kitalálva, hogy damage, 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 az mindenképp boostolni fog a különböző számadatain, mert amit láthattátok, tud szép számadatokat kiírni a különböző képességek, de egy ilyen általános modolást figyelembe véve azt mondom, hogy idő és idő, erő, terület című történet. Csináltam egy szólósabb buildet, ami esetleg, amit láthatjátok, esetleg ki tud védeni egy-két komolyabb lövést is. Hollow Kick Thing Thing és Rage Combo-nak. Szóval az igazság az, hogy ez a két mód, ha megvan, az szinte minden szarton megment minden szar Warframe-et. Mondhatni, hogy nem egy szóló karakter, nem is szeretnél a szólóságára fókuszálni, de hogyha már arra kerül a sor, hogy szóló, akkor legalább a hármas képességed, ami megadja azokat a buffokat, legyenek bekapcsolva és legyenek viszonylagosan erősek ahhoz, hogy tehát jól működjenek. Nos, a stretch helyett esetleg még nem tudom, kicserélheted egy bármilyen erőmódra, ahogy neked tetszik, de én úgy voltam vele, hogy legyen egy kis stretch, mert hogy 3-as-2-es kombinációjával, hogyha szólóra kerülne sor, mert biztos, hogy nem viszem szólóra ezt a karaktert, ha arra kerülne sor, akkor mit tudom, ne legyen pánik, de azt mondanám, hogy egy ilyen balanszolt, kiegyensúlyozott build az ez lenne, ahol egy ilyen 200 körüli idő, 175 rage, 169 erő, ez így megfelelő, szépen stackelődik az egyes képessége, nincs vele különösebb baj. De ha nagyon erőre akarok rámenni, valami csoda oknál fogva, mert hogy mindig ott egy Trinity, mindig van egy kis védelem, és akkor mehetünk full erő mindennel, nem számít semmi, akkor talán ezt simán el lehet vinni. Kinek hogy tetszik, még annyi biztos, hogy belemegy legalább két forma, és akkor lehet variálni sokkal jobban a buildeket, esetleg a számadatokkal, de az irányelvek, úgy mondjam, hogy ezek lennének, amit kitaláltam így hirtelen gyorsan rá. Remélem, hogy valahogy tudtam segíteni, hogy hova lőjétek be ezt a karaktert. Hát azoknak nagyon fog tetszeni, azt hiszem, akik tudnak csapatban gondolkodni, és tudják, hol és mikor kell kisegíteni ezt a bizonyos tímet. Nos, srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a következő Warframe videóig, ami, ha minden igaz, valószínűleg Limbo lesz, most, hogy update-elték, megnézzük, mit lehet vele csinálni, és egy kicsit majd későbbiekben beszélgetünk a fegyvernörfökről is, hogy hogyan s mint lehet velük operálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!